Elnézést kérek, önök nincsenek hozzátok ez, amit csinálok. Ez a szenátornak a dolga. Mivel hála jó magasságos jóistenekőt nem találjuk, itt van nekünk erre az ödön. De, és sokkal karakádnabb fiatalember, én ismerem őt, de... Ödön! Nem akarod velem a népet ilyen jogi úton forszírozni, a térjünk vissza az okosak vagyunk kategóriába? Mert amit művelnek a YouTube-on, az, hogy analfabet az egy hungarian szó, en az egy darab, alfa az egy hím, egy ilyen dominánsabb egyed, egy ilyen azt akarom, hogy azt akarom, hogy azt akarom, és meg is csinálom. Bet az azt jelenti, hogy fogad, de más miatt. A az azt jelenti, hogy egy pillanat, egy dominánsabb hím, ez egy fogadás volt fönn a klónozónál, hogy ilyen dominánsabb hím, aki azt akarom, amit akarok, és meg is csinálja, meg akar-e szerezni egy olyan hölgyet, aki én meg tudom, hogy mit akarok, és nem fog összeállni valami szacsimókkal, csak azért, mert ez a Steix, vagy hogy mondjam, ez egy ilyen valószínűség számítás volt, csak nem az a lényeg. Ödön, fosszírozzuk már őket, hogy térjek vissza az okosak vagyunk kategóriába. Tehát háborúban állok egy pár hölgyel és egy pár úrral. És úgy általában az egész magyar társadalommal. Én egy kislány vagyok, 18, de én elég okosnak tartom magam, jó? Meg én tudom, hogy mit akarok, jó? Nekem egy olyan férfi kell, aki lehet, hogy 18 éves, az is lehet, hogy 64, mert nem tudjuk, vagy ebben a korhat, mert 18 a minimum korhatár, tehát 18 és 64, vagy e között bármi, aki megérti azt, hogy nekem egy férj kell, nem pedig egy apuka. Ezt hogy gondolom? Nekem nem kell egy 18 éves apuka, aki ilyeneket mond, hogy hát ez az Edina, ez ilyen hun, és ilyeneket szokott csinálni. Nekem szintén nem kell egy 64 éves apuka, aki ilyeneket mond, persze, persze, ilyen kis fiatalka ez az Edina, persze, és én mindent elnézek neki. Nem, nekem ez nem kell. Nem. Nekem egy ilyen kell, aki 18 éves és férj. Ebben a házban, mint 18 vagyok már, úgyhogy, hogy Károly, ebben a házban, én leszom, hogy hún vagy bazd meg, anyám minden vasárnap pörköltet csinál nokedlival. Én állok majd, jó, akkor próbálkoz, nem tudom, hogy kell. Hívjuk fel anyukát, jó? Én mondom, én ilyen ingredienceket teszek a pörköltben, mit tetszik még beletenni, mert én most csak ilyet először. Én egy mesterszakástól tanultam, mert ez a Károly, ez nem tudom, tetszik beletenni valami mást is, vagy lehet, hogy csináld úgy, kislányom, hogy akarod, tehát jó, és akkor ott próbálkozom. Vagy én nem eszem hagymát, meg fokhagymát, mire a Károly. Jó, oké, bazd meg, de én viszont mitől gulyáslevest akarok kedden. Jó, akkor én különfőzök magamnak sült lazacot zöldséggel. Jó, és akkor jön nyugodtan, jó? Egy pillanat. Na, utána közdöm vele. Károlyka? Én testépítő vagyok, nekem 6-kor ennem kell. Akkor zabályba az meggeci, én elmentem a haverokkal, én 9-kor jövök, 9-re túros csúszát kérek, hogy anyám lediktálta. Jó, és 9-re az ott van az asztalom. Tehát én egy férjet kértem, aki kurvára elfogadja, hogy én mit zabálok, mikor és hogy, viszont nem adja föl a saját létegzisztenciáját. Értik ezt? 64 éves. Én vagyok a Kovács Ákos, én ilyen kardigánba vagyok. Példaképe Mariba, haverok vagyunk, vagy mi. Ott meg maszkó melegítőbe, papucsba, és úgy gondolom, mert én meg 26 vagyok, 26, mint férj, úgy gondolom, hogy én köntösbe és kurva szexi vagyok. Értik? Egy pillanat. Én meg nem így szoktam otthon lenni, jó? Csak... Tehát én, emiatt állunk konfliktusba a helyekkel, én nem kértem egyáltalán helyit, mert csak a feketék férjek. Ott meg egyébként is gáz van, de hagyjuk. Én magyart kértem, de férjet, és nem volt semmiféle kritérium, hogy 18 vagy 64 vagy e között.
Jó? Én próbálkozom nagyon jó. Önök is próbálkozzanak nagyon jó. Forszírozzuk őket, légy szíves, legyél a partnerem, nem én is csinálatunk. Forszírozzuk ketten őket, ödön, hogy ők jogilag még épelméjűek emiatt, jó? Tehát ez a férj, amit elmondtam, jó?